darabszámot tekintve a produktív vállalkozásoknak több mint 90%-a a KKV-szektorban képviselteti magát. A foglalkoztatottaknak több mint 50%-a KKV cégek alkalmazásával áll, és a GDP 25%-át termeli ez a szektor. Nem véletlen, hogy az Erste Bank kiemelt figyelmet fordít az ebben a szektorban működő vállalkozásokra. Különösképpen azokra, melyek több évtizede partnerei a pénzintézetnek. Őket jutalmazta a partner találkozón, ahol az is elhangzott, több mint 450 olyan üzletfelet tartanak nyilván, akiknek legalább két évtizedes kapcsolata van a bankkal. Én azt gondolom, hogy az üzletnek a két alapja az egy jó gazdasági eredmény és egy nagyfokú bizalom. Erre építheti a bank a hosszú távú stratégiáját. Mindenképpen fontos, és nagyon a bírálatoknál, döntéseinél nagyon figyelembe vesszük azt, hogy kinek milyen tradíciói vannak a banknál, milyen volt a korábbi kapcsolatrendszerünk, ez egy előnyt jelent. Tigelman Gábor arról is szólt, a tavalyi esztendőben a térségben működő KKV-k hitelállománya 8%-kal, országosan 12%-kal gyarapodott. Az idei esztendőben 6 vállalkozás képviselője vehette át a bank ajándékát az együttműködésért. Nyilvánvalóan a pénzügyi feltételeket biztosítani kell mind a két fél részéről, mind a banknak, mind a vállalkozónak, teljesíteni kell az által vállaltakat. Emellett a személyes háttér nyilván szintén egy plusz rendkívül fontos tényező, ami megkönnyítheti és megerősítheti az együttműködést. Szerdahelyi Róbert a kis- és középvállalkozások területének banki igazgatója úgy véli, a gazdasági növekedés gerincét továbbra is a KKV-k adják majd. Az természetesen kérdés, hogy melyik régióban, melyik országrészben, melyik az az ágazat, ami kiemelkedően fog tudni teljesíteni. Értelemszerűen ott, ahol jelenleg is beszélgetünk Szekszárdon, de Dél-Magyarországon mi az agráriumot, az élelmiszeripart, a feldolgozóipart látjuk annyira potensnek, hogy a húzó ágazat szerepét be tudják tölteni. Természetesen az országnak vannak olyan részei, ahol inkább az ipari termelés, a fémipari, műanyagipari feldolgozása a fő ágazat. A Magyar Nemzeti Bank megközelítően 1000 milliárd forintot biztosít a bankszférának a hatékonyabb gazdálkodás és a munkaerő problémák kezelését szolgáló hitelek kibocsátására. Az Erste egy fix 2,5%-os kamatozású beruházási hitelt kínál a szektornak, melyben a pályázók akár 1 milliárd forinthoz is hozzájuthatnak.